Rendőrség, ne mozdulj! Kínában. A kommunista párt van hatalmon. A hit és a térítés kimeríti a párttal való szembeszegülés fogalmát. Ezért a pártnak a maguk fajtákat el kell nyomnia, és ki kell iktatnia. Mindenható Isten igazságot szól, hogy megtisztítsa az emberiséget. De a kommunista párt veszettül harcol ellene, és üldözi az ő választottait. Nem gondolják, hogy ez bűn? Bűn? A párt megsemmisít minden vallásos hiedelmet. Elpusztítjuk a maguk egyházát. Újra kérdezem, ki a vezetőjük? Hát jó, akkor legyen, ahogy akarod. Hol a gyülekezet pénze? Beszélj! Ha nem beszélsz, odalent is kapsz a sokkolóval. Beszélsz végre? Ha nem beszélsz, itt dög lesz meg! Istenem, bármit tesz is a sátán, hogy kínosszon, én soha nem vetem alá magam ezeknek a démonoknak. Halálra is kínoszhatnak. Én megállok bizonyságtételemben. Megszégyenítem a sátánt. Mégis hogy tehették ezt vele? Akit egyszer letartóztatnak, az magával rántja az egész családját. Anya, az osztályfőnök és a többiek azt mondják, szekta vezér vagy. Zaklatnak! A kommunista párt elnyomja a hívőket, de a családunkat miért rángatják bele? A családunk ide jutott, a lányom szenved. És ez mind a maguk hibája. Fordulj szembe a többiekkel! És kezdheted a guggolást. Gyerünk! Figyelem mindenki! Ezek ketten vallásosak! Ha bárki hisz közületek, ugyanígy fogja végezni! Ó, Istenem! Kérlek, adj nekem erőt, hogy el tudjam viselni ezt a szenvedést. Az Istenbe vetett hitében Péter igyekezett mindenben megfelelni Istennek, és alávetni magát annak, ami Istentől származott. A legcsekélyebb panasz nélkül elfogadta a fenyítést és az ítéletet, ahogyan a finomítást, a nyomorúságot és a nélkülözést az életében, amelyek közül egyik sem tudta megváltoztatni Isten szerető szívét. Hát nem ez volt az Isten iránti tökéletes szeretet? Istenem, kész vagyok alávetni magam a te rendelkezéseidnek. Ha itt a börtönben halok is meg, akkor is kész vagyok megállni bizonyságtételemben, és eleget tenni neked.